Sziasztok, Strágli Csabi vagyok. Sziasztok, én pedig Sósinez. És szeretnénk nektek megmutatni a Ganz Ábrahám Technikumot, ahova már 4 éve járunk. Mind a ketten 12-esek vagyunk. Én gépészet hallgató. Én pedig közlekedés szakon járok, és most gyertek, mutatjuk az iskolát. Most éppen szünet van, kicsengettek, és itt vagyunk a büfénél. Jó páran vannak itt a büfé előtt. Csókolom, tanárnő! Jó napot, tanárnő! Milyen órája volt itt? Éppen magyar, a 12-ikkel volt. Velünk lett volna osztály. Igen. Tanárnő vagyunk, mennyit csak szünetben. Köszönöm szépen, sziasztok! Szia, tanárnő! Az iskolának ez a része, ahova leszoktunk ülni, tudtunk pihenni. Gyertek és most bemegyünk egy órára. Jó napot, sziasztok! Kész csók, tanárnő! Tanárnő! Igen. Mondja egy pár szóban, hogy most milyen óra van. Most éppen etika órát tartunk a 12. ásokkal, és éppen azzal foglalkozunk, hogy az egyik legnehezebb érzelmekre keressük a megoldást. Kinek mit jelent az, hogy boldogság? Bizony nem egyszerű dolog, úgyhogy éppen most egy gondolattérképet készítünk, amit itt a táblánál láttok. És az osztály közösen próbálja ezt a gondolattérképet összerakni, hogy meg tudjuk beszélni az óra végére, hogy pontosan akkor a mi véleményünk szerint mégis mit jelent ez a szó, hogy boldogság. Rendben, köszönjük szépen, tanárnő. Nagyon szívesen. Sziasztok! Sziasztok, srácok! Sziasztok! Viszlát, tanárnő! A rendészetiseknek, meg a kadétoknak van ilyen önvédelmi órája, és arra gondoltam, hogy benézhetnénk. Jó, köszönöm! Sziasztok! Sziasztok, srácok! Tudna beszélni egy kicsit erről az önvédelmi kutatásról a kadétok és a rendészek körében? Gyakorlatilag a rendészeknek és a honvédkadét képzésnek az egyik alap pillére az, hogy egy katona vagy épp egy intézkedő, rendőr, börtönőr, fegyveres szervező szolgáló ember, az tudjon önvédelmi, tehát bizonyos önvédelmi fogásokat ismerjen, tudja magát megvédeni, tehát így az óra keretében belül egy speciális testnevelés formájában ők a judo alapokkal, a karate alapokkal, box alapokkal ismerkednek itt az órát, és is látszik, ez egyébként nem csak a szakmához tartozik, és nem csak vizsgázni kell belőle nyilván, hanem később a főiskolára mennek, vagy altisztképzőiskolába, vagy rendőri technikumba tanulnak tovább, akkor természetesen ott is a tananyagnak a része az önvédelem. Természetesen nem csak a rendészetiseket, hanem az összes a technikumba járó diákot várjuk utána. Az edzéseiknek szakszerű formában van judoktatás, önvédelmi judoktatás, tehát aki akar, a szívesen látjuk. Próbálják, hogy milyen ez a mozgástípus, és nézzék meg, hogy őnek is legyen. Köszönöm! Sziasztok! Csabi, ugye te gépészeti szakon tanulsz, és most műszaki rajzórára megyünk be. Mit gondolsz erről a tantárgyról? Ez a tantárgy, ez egy nagyon jó tantárgy. A tanár, aki ezt bemegyünk, a Walter tanár úr, engem is ő tanított, és egy nagyon jó arc tanár. Tanár, így nagyban el tudnál mondani, hogy mi is a műszaki rajz? No, hát a műszaki rajz az valamilyen alapszerkesztésekből álló rajzi tevékenység, mely adott alkatrészeknek a műszaki méretarányos ábrázolását jelenti. Mellette ugye tanulunk szabványírás. A lényege, hogy ezzel szabványos, adott izoknak megfelelő rajzi jelölésekkel tudjuk ellátni a műszaki rajzainkat. Esetleg, hogyha a táblát meg tudnak nézni. Meg tudjuk. Itt például alapszerkesztéseket látunk, melyek a nagyon kezdeti fázisban vannak, szögfelezések, majd jönnek a nevezetes szögek, és ezekről tartok most előadást. Ez a műszaki rajz alapja. Ebből majd össze fognak állni az év végén a kész alkatrészek. Rendben, köszönjük szépen! Köszönjük, tanár! Én köszönöm! Viszlát, sziasztok, srácok! Sziasztok! Szeretnénk beszélni egy kicsit magáról az iskolánkról. Tovább most a 9-esek. Hogyha jöttök az iskolánkba, akkor lehetőségetek lesz különböző partner cégeinkkel együtt a gyakorlati órákat tölteni. És ilyen partner cégeink? Ilyen partner cég például Zalaegerszeg Multi, a Flex, a Moltec, Anton,
tesztpálya. Zédak is, illetve a Pannon Egyetemi társulatunk tagja. Fémipari cégektől egészen a műanyag feldolgozó vállalkozásig nagyon sok helyen lesz alkalmatok gyakorlati időt eltölteni. És az iskolánkban lehetőség van szakmai kirándulásokra. A közlekedés szakon például mi elmentünk már a győri Audi gyárba, voltunk a repülőtéren, szoktunk menni a Balatonra hajózást megnézni. Itt vagyunk most a Munkács tanműhelyében, és benézünk a T9-es terembe. Sziasztok, srácok! Egy kicsit tudna beszélni arra, hogy mit folyik jelenleg itt. Igen, a 12 ember osztály CNC oktatások. Ők tavalyi évben végeztek a iskolában névi munkácsolók, és egy éves képzésüket töltük itt gyakorlaton, illetve emelhető oktatáson is. Viszlát! Most pedig benézünk a közlekedés szakmai gyakorlatok órára. Jó napot, sziasztok! Tanár úr, kérem, beszélj egy kicsit a szakmai gyakorlatok óráról. Hát éppen most közlekedési szakmai gyakorlatokat végzünk, amiben a járműveknek a menetdinamikai mozgását próbáljuk elemezni. A fiatal ember éppen egy járműnek a emelkedési ellenállás látszámolják az emelkedés kérdéses szükséges teljesítmény a feladat során. Ez egy összetett feladat, itt emelkedési ellenállás, légellenállás és gördülési ellenállás is sorra kerül a feladat számolása során. Azt vizsgáljuk, hogy a jármű hogy mozog a különböző feltételek mellett egy adott sebességgel. Nagyon szépen köszönöm, tanár. Viszlát, sziasztok! Viszlát! Most bemegyünk a 3D laborba, ahol a számítógépes tervezés folyik. Most meg szeretnék mutatni azt tulajdonképpen, amit is jelent. Megkérdezhetem öntől, hogy mi is folyik ebben az órában itt? Ebben az órában, illetve ebben a tanteremben alapvetően a CAD és a CAM oktatása folyik. Éppen most az összeállítási rajzok darabjegyzékének szerkesztését tanuljuk. Köszönöm, tanár úr. Szívesen. Köszönjük. Viszlát. És most pedig bemegyünk informatika órára. Tanár úr, most milyen óra folyik itt? Számítógép hálózatok nevű tantárgy folyik, ahol megtanulják a tanulók a hálózatos eszközeket konfigurálni, és hogy működnek a számítógép hálózatok. Ez úgy a mindennapi életben mit jelenthet? Hát legészebb esetben otthon be tudják állítani a hálózatot, a wifi router. Igen. De ugye az égen tudják hajtani kisvállalatoknál, például egy iskolában, egy orvosi rendelőben, nem a szolgáltatóknál, kisebb hálózatok be tudnak állítani, és elhelyezkedtetni, mint a rendszerről azt a értelek hozzá. Tehát azok akkor ilyen belső rendszerek, a wifi meg az ilyen egyéb helyzeteken túl? Igen. Komplett belső hálózatmenedzsment. Ugyanis tizedikben kezdődött a tantárgyot, megtanulták a számítógépeket konfigurálni. Köszönöm, tanár. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, srácok! Igazgató úr! Szervusztok! Tudna pár gondolatban beszélni arra nekünk, hogy az újonnan érkező 9-esek mit várhattak el az iskolától? Hát először is akkor azt mondanám el, hogy milyen szakjaink vannak. Két rész lehetne ezt mondani, technikumi és szakképző iskolai képzésekre. A technikumi képzések ugye azok 5 évesek. Ágazatban fognak jelentkezni a diákok, és minden ágazaton, a legtöbb ágazaton, főleg a hozó ipari ágazaton van, két kimenetből lehet választani. Mondok példát, például a gépészet ágazaton gépgyártás technológiai technikusok lehetnek a diákok, vagy gépésztechnikusok. Gépésztechnikus főleg a tervezésre fókuszál, a gépgyártás technológiai technikus pedig főként a gyártásra fókuszál. Ugyanez a lehetőség áll fenn informatikai képzésen, szoftverfejlesztő, vagy a klasszikus néven rendszergazda, ez a informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető szakon végezhetnek a diákjaink. Ami újdonság nálunk, tavaly óta a honvéd képzés, szintén két kimenet között lehet választani. Alapképzésben itt a diákok, főleg a honvéd és hazaszeretet nevelését célozzuk meg, és aztán utána pedig szakirányú képzésekre vehetnek részt a tanulók. Említeném még a rendészképzést, óriási a túl
jelentkezés ezen a képzésen, és szerintem azért vonzza is a diákokat az, hogy judóban, az lövészetre lehet menni. Különösen még továbbá az okleveles technikus képzés. Erről néhány gondolatot osztanék meg. Egy együttműködési önállapodás van a Pannon Egyetem között, ami a Veszprémi, a Kanizsai és az Olajegerszegi iskolát jelenti. Ha a diák itt jól tanul, akkor gyakorlatilag felvételi nélkül be tud jutni az adott egyetemre, illetve az itt tanult tananyagot bent a főiskolán már nem kell hallgatnia, hiszen itt ezen a tananyagok, az akkoros tanulós képzésen már egyetemi tananyagokkal is fog találkozni. A sportolási lehetőségek is ugyanúgy megvannak, ugye azt említettem, hogy a rendészetben a judó az egy kötelező beépített tananyag. Egyébként azért, mert az egyetemen is, a szolgálati egyetemen is, illetve a rendészeti szakgimnáziumban körben szintén judó tanítják, mint tömvédelmi harcvonal. Szóval azt gondolom, hogy a lehetőség nyitott mindenki előtt, mind technikumi képzésben, mind szakiskolai képzésben. Az a diák, azt gondolom, aki jól tanult, aki elhivatott, és megfelelő alázatot mutat a munka, illetve a tanulás iránt, ő neki határa csúdós. Egyenes út van az egyetemre, a különböző ipari vállalatoknál, tártalokkal várják azokat az embereket, akik itt végeznek. Én csak sok sikert tudok kívánni mindenkinek, és ajánlom azt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!